Hello, sziasztok! Egy unboxing, egy rútporszívó unboxing Pécsen az Árkád tetején. Nem lehet mindig otthon Kaposváron székbe csücsülve bontogatni. De most nem azért, mert hogy flancból, hanem azért, hogy megvan-e mindene. Mert el kellett jönni Pécsre, mert ugye Kaposváron igazából most épül egy Interspar, de ott is ugyanazok a vackok lesznek, amik eddig is voltak. De hogy lenne egy EMAG, hogy lenne egy Decathlon, vagy de ez most azért teljesen lényegtelen. Itt van EMAG Pécsen, el kell jönni érte, de akkor már ha eljöttem 70 km-t, akkor nézzük meg, hogy mi van a dobozban. És azért van itt az unboxing. Főleg, mert ez így már egy kicsit olyan bontott. Ez az. Nagyon pici ez a doboz, nem merek jobban belevágni. Vágjunk bele, ez a számlája. A lényeg az, hogy ez most egy 120 ezer forintos porszívó, amit itt leárasztak elméletileg az EMAG-ig. Hát 120 a média márkba, de tudjuk, hogy 80-ére meg lehet venni mindenhol. Na mi van benne? Van egy ilyen használat utasítás, ami most minket nem érdekel. És nagyon jó be van csomagolva, szerintem ezt egyszer bontom ki többet az életbe soha. Nem is tudom, hogy ki merjem-e bontani. Ugye van benne ez a kefés fej. És ha így megnézem a dobozon, hogy mik vannak benne, van ez a kis kefe, pipa, ő is megvan. Hol van hogy mi van benne? Ugye ez volt a kefés fej, ezek most így megvannak. Ezt, minden igaz, ez alá dugták, ez a kis toldócsöve. És ott van valahol alatta a másik toldócsöve ott benne. És akkor egy ilyen kis lapos kefe. Ilyen kis lapos kefe. Kettő, itt a töltő. Ebben a kis dobozba. Jó kis pici töltője van, biztos kell majd 5 órát tölteni ezt a nagy aksit, mert ugye 400 wattos. Szóval ő is megvolt, a cső megvan, a két fej megvan. Ez a fali tartó, ez valahol itt leledzik. Itt van maga a gép, a porszívónk. Itt alatta már csak törésgátló anyagok. Egy dolgot nem láttam, ezt a szép nagy fejet, ami újkorában rajt van, ott bújik. Ott ám a combo system, és itt van az akkumulátora. Szép nagy, amit majd most jó sokáig kell tölteni. Egy 21,6 voltos lítium. Hát most ezt itt jobban nem bontogatnám, mert ezt is épp elég lesz összecsomagolni, úgyhogy föl tudjam vinni a lakásba. Az igazi unboxingja és a tesztje az majd Kaposváron zajlik. Csak azt néztem meg, hogy úgy körülbelül egybe van-e, és hogy bent van-e minden a dobozban, de nagyon úgy tűnik, hogy igen. Most már végre kiterítjük az egészet. Ugye már egyszer elővettük a gépet, magát a gépet, ami jó pofa. Mindjárt megmutatom, hogy hogyan lehet a szűrőket kiszedni. Elméletileg itt elő van egy gomb, amit ha megnyomok, és elfordítom, akkor szét lehet szedni. Itt vannak a kis fülek, remélem nem törik el, de műanyag használata eddig jó volt a DeLonghi-nak. A port tartály ürítése pedig így, ugye csak ezt így lehajtod, ezt a kis fület itt alul. Meg be kéne akadni. Itt van egy gumitömítés. Ez csak így ennyi, egy patent. Le is veheted róla, és akkor lehet ezt a szűrőt, ezt nem lehet, hogy ki lehet mosni, csak akkor 24 órát kell szárítani. Ez egy mikroszűrőben, és fölül pedig van a HEPA filter, amit pedig itt tudsz kivenni. És akkor így átlátható az egész, hogy honnét, hova szív. Ugye ez meg azért fontos, hogy nem fújja vissza. Ezt is ki lehet belőle szedni, ha jól tudom. Igen, így ki tudod belőle tekerni. Ezt gondolom, ezt lehet kapni. Ez a kifelé fújó szűrője. Ugye, hogy ne fújja itt vissza a lukakon, amit felszívott innét. Ugye itt megfogja a koszt egyrészt, de és ez az utolsó szűrője, ez a HEPA filter, vagy nevezzük, aminek akarjuk, talán nem esik le. De néha leesik, néha nem. Ezt is egy kicsit olyan bepattanósabbra csinálhatták volna, mint ahogy remélem ez sikerült nekik. Ugye itt pedig, itt van a vonal, hogy honnét kéne föltenni a nyitott állapotra.
Jé, ezen itt van érintkező is. Ugye gondolom itt körbe, igen, itt megy ki a táp az alsó motoroknak, mert ugye ott is vannak motorok. És egy csomó helyen érintkezik. Így jön össze. Ez pöpec. Meg ez is pöpec, ez a szeméttartályürítés. Ez a gép úgy maga, azon kívül, hogy a tetejének nem tetszik az anyag használata, egész jó a többi. Ugye két dolog, a bekapcsológom és a fokozatváltó van még rajt. Erről úgy durván ennyi. Aztán ami van hozzá, a kis toldócső, ami nem csak egy cső, egy fémcső, hanem átmegy benne az áram, ugye itt, mert az alsó motoroknak, vagy motornak ott át kell, hogy adja. Ez miatt egy kicsit a keresztmetszete szűkebb. Éppen csak rádugod, és így már csövezett az eszköz. Leszedéshez pedig megnyomod és lehúzod. Ez frankó pöpecül pattan, ezzel no problémó. És akkor innét jön a folytatása. Keressünk rá valamit. Ugye van kétféle fej a dobozban. Van egyszerű. Ez nevezik durva motoros kefének, vagy durva kefés motoros akárminek. Ebből ki lehet venni, emléletileg így. Így valahogy ezt itt föl lehetne húzni, ha jól tudom. Így, és itt tudod kivenni tisztításhoz a kefét. És ugye ügyesen, hú, de kis masszív anyaga van neki is. Ügyesen visszarakod, ezt a felét visszanyomod, ezt pedig ráteszed. Itt is ez a kis fülecske, ami kiakad, ez megy oda bele, oda a kis lyukba. És összességében ennyi, ami megakasztja. De nagyon jó műanyagból van, úgyhogy talán nem lesz vele gond. És akkor elméletileg ezt csak így bele kéne nyomni a helyére szerintem. Igen, így, és beakasztani, és akkor bent is vagyunk a helyén. Ő egy 20 watt fogyasztású motorral ellátott fej. Ez az egyik, ami van hozzá. Ezt is csak így simán rápattintod, és akkor már porszívózhatsz is. Szóval így szépen bárhol be tudsz vele fordulni, és teljesen el tudsz vele feküdni. Ami lényeges, hogy az ágy alá bele lehet vele nyúlni. Ugye, hogyha itt lenne a porszívó, mindezeknek a modernebb kinézetűeknek, vagy nem tudom, hogy mondjam, amikor egy ilyen 2-1-be porszívót vesz, egy a morzsa porszívót, innen ki tudod venni, annak én nem látom értelmét, nem férsz be vele az ágy alá, szóval annak mi értelme van, de tényleg, ez így azért profi megoldás, ráadásul így azért nem kell lehajolnod. Ugye ezt úgy fogom tartani, hogy van hozzá kis fali tartó, majd megmutatom, és föl van akasztva. És leveszed a falról, fölporszívózol vele, és fogod le, akasztod róla a csövet, vagy kiakasztod a portartalját, és így alulról, most nem tudom egy kézzel megoldani, szépen itt kiakasztva kiburítod bele a port, azaz nem kell lehajolni hozzá. Na most a robotporszívó is. Hú, de jó, hogy helyetted megcsinál minden. Igen ám, de amikor hazajössz, akkor le kell hajolnod. Föl kell venned, ki kell beleszedned a portartályt, ki kell ürítened, aztán megint le kell hajolnod, hogy összerakjad, aztán megint le kell hajolnod, hogy lerakjad, vagy hogy mondjam, hogy belerakjad, tök minden, sokszor le kell hajolnod. Ehhez nem kell lehajolni. Szóval ezt fogod, összeporszívózol, visszaakasztod. Ennyi az egész, és amikor ki akarod üríteni, akkor se kell lehajolni, mert fönt lóg a falon. Szóval ez szerintem egy sokkal kényelmesebb dolog, de ráadásul egy picike lakásban, ahol minden le van dobva a földre, és nekem kell fölemelni, úgy nem nagyon van értelme, vagy mindent pakoljak föl az ágyra minden nap, mielőtt elmegyek itthon, hogy takarítson a gép, mert ez oké, egy palotában, ami tök üres, vagy egy üres stadionban, tök jó egy robotporszívó, de hát ennyi akadálya, és ez még most a minimum, ami itt van a szobában, így egy kicsit nehezebb, úgyhogy ezért szerintem ez a legpraktikusabb gép, és végre nem kell majd kerülgetni. Na nézzük meg, mi van még a dobozban. Akad itt még másik fa is. Ez, amit gyakrabban használnak videókban is. Én is szerintem ezzel fogok többet dolgozni. A combó, a kombófej. Jó pofa.
Erre mit írtak? Vegyen kis cuki kis szövet, vagy plüshengert, pörget, és ezzel végig is földörgöli neked a koszt, amit amúgy nem szívna föl az eszköz. Ő már egy 40 wattos motorizált fej, ahogy a felirat is mutatja. Ezt is ki tudod venni tisztításhoz, itt így ki lehet hajlítani, amikor meghúzod ezt a valamit, így hopp, arrafelé megnyomtam, és akkor ez kipattant ez a kis eszköz, és akkor ugyanúgy ki tudod belevenni errefelé elméletileg a kefét. Kefét, ez nem annyira kefe. Innét lehúzod, és oda majd ugyanúgy visszatolod. Ezt semmi mással, csak simán egy mikroszálas kendővel kitörölgeted, ennyi a tisztítása. Ez nélkül is lehetne vele porszívózni, de hát így az igazi, hát ha már egyszer adták hozzá, így biztos, hogy hatékonyabb, föltalálták a Frankót, hogy legyen márkás, nagy, furcsa neve a készüléknek, így visszarakosgatom, nagyszerű, és ezt pedig ide beakasztod, és lenyomod. És amikor ki akarod szedni, akkor csak meghúzod erre föl. Ő is itt kapja a tápot ezeken a nagy csatlakozókon. Meglátjuk. Akkor most cseréljük le. Cseréljük le. Akkor megnyomod a gombot, lehúzod, megfogod, rátolod, és kész is vagy. És össze van rakva végre a porszívó. Most még azt megkockáztatom, hogy megpróbáljuk mindjárt, csak még azért bontogassunk egy kicsit. Szóval ez így fog kinézni. És nagyon fordulékony, ami nagyon tetszik, hogy akárhol be lehet vele fordulni. Na mi van még ebben a hatalmas dobozban elrejtve? Sok papír, törésgátló. Itt van a felfüggesztő, amit föl lehet fúrni a falra. És ha így fölteszed a falra, akkor szépen bele lehet tenni majd így a porszívót. Ugye így? Látjátok? Ma látjátok. Fogod, és ide szépen beledugod, és meg van oldva. És itt fönt lóg a falon az egész, és amikor kell, akkor csak így lekapod fölülről, beleteszed, leengeded, és bent van. Szóval nem kell vele, még azt megoldhatták volna, hogy ez egy dokkoló töltő legyen. Ez az egy szépség hibája megvan, hogy inkább azt mondták, hogy az aksi az egy ilyen külön töltet, ez olyan kicsit retrós a dolog. Ide még egy dokkoló töltet, mert én ennek szívesen, ha már egyszer fölfúrom a falra, szívesen oda kábeleztem volna a 220-at, akár rejtve, akár pont rá valahova, akár pont egy ajzat mellé, és akkor a vezeték sem nagyon látszik, és akkor, ahogy beleteszed töltene, azt nem tudja, azt neked külön kell megoldani, de jó, jó ez a tartó. Mi van még a dobozban, ugye, mert van egy összerakott gépünk, ami már azért három dolog, négy, mert ott a falitartó is szól, gép, falitartó, cső, meg az egyik fej, itt a másik fej. Azért ebben a dobozban még rejtettek dolgokat el. Egyszerre vegyek ki minden. Van hozzá egy ilyen flexi cső, ezt miért adnak hozzá, ugye, gondolnád? Hogyha ez egy rútporszívó, azért, hogy ne tud használni, mert hogy akkor így össze-vissza lefegjen, nem. Ez akkor jó, amikor autót porszívózol, ezt csak simán rá kell dugni, elméletileg. Na majd mindjárt megnézzük, hogy ez hogyan működik ilyenkor. Először is a falitartót ezt innét levarázsoljuk. Lehúzzuk barbatrükk. Lehúzzuk ezt, és most ez egy sima kör alakú cső, ezt ide beledugod, beleszorul, és akkor tudsz vele ilyen kurflikat csinálni. Itt vannak hozzá még egy, kettő és három pici tartozék. Na, legyen kettő először. A két kefe. Van egy olyan, amelyiken van egy ilyen előre tolható kefe, jól mondom. Ezt is bele lehet ide szorítani, és akkor csak így egy ilyen picike kis eszköz, de ezt úgy is tudod, elméletileg, mert ezzel sarkot is ki tudod vele porszívózni, ezen is egy előre tolható kefe van, meg azon is. Meg van egy ilyen alakú, szóval egy lapos, meg van egy ilyen nem annyira lapos, szóval kettő ilyen valami, amit így direkt is bele tudsz tenni, és hogy tudod az autódat porszívózni vele, vagy erre a toldásra is rá lehet tenni, és akkor ilyen... Ja, mert lehet, hogy vannak az autóban olyan helyek, ahova ez a nagy dög nem fér oda, persze! Hát a pedálok alá hogyan férni ezzel a nagy döggel be? Azért van ez a valami, és akkor ezzel megtoldod. Így, ezt meg ide,
fogod, húzod neki a gázt, és akkor így, így tudsz porszívózni, mert ez így befér oda is olyan kicsike helyekre így. Szóval okos, okos. Okos a dolog. A másik, hogy elméletileg, hogyha ezt visszarakom ide, akkor ezzel ugyanúgy ide bele kéne, hogy szoruljon. És van még hozzá egy ilyen kefény, hogy így beledugod, és akkor így a port a sarokból, vagy így a lámpa mellő, vagy akárhonnit összetudod vele. Ja, azt nem látjátok. De így látjátok, hogy ti vagytok a lámpa, vagy a sarok, és akkor azt le lehet vele csesztetni. Na most itt van ez a másik kettő, kicsi akármi. Ezen itt van két gomb. Ez azért van, mert ezt így le tudom húzni, hogyha most lesz szabad kezem, igen. Egészen idáig, és akkor kefés. Nagyon klafa. Vagy fogod, hátrébb tolod, és akkor nem kefés. Akkor meg bele tudsz érni a sarokba vele. Ez ugyanolyan, mint ez, csak az alakja más, szóval őt is előrébb lehet húzni. Elméletileg megnyomod a gombot, és tolod előrébb. Igen, és ide meg beakad. Most egy kefés ilyenünk van. Telefont pucolni, vagy bármi. Ugyanúgy ezt meg kell nyomni rajta. Hát ez jófajta műanyag, de ez a puhább fajta műanyag. Ez olyan polietilén hatású, vagy én nem is tudom. De vissza nem akar menni. Meg kéne pedig nyomni a gombot, és akkor be kéne ennek menni. De ez úgy most beakadt úgy, mint hogy csak na. Nem tudom visszanyomni egyelőre. De ezek a tartozékok vannak hozzá, akkor így most itt teljesen komplett a szert. Ugye ebbe volt a töltő még, ez meg már itt mind törésgátló, meg csomagoló elem. Szóval ezek vannak, így összességében. Természetesen a nagyon picike töltő ez, és az akkumulátor, ami most végre már töltődik, talán nem hagyja abba, ha fölemelem, meg leteszem, meg mozgatom. Lehet, hogy annyira le volt merülve, hogy nem látta a töltőelektronika a fest, vagy tényleg oxidos volt, de most már talán... Na, megint elhagyta, látod? Na ez az egy problémám van vele. Most, ha nem érintkezik, akkor ezt hiába húzom ki, meg dugom be. Igen, nem érintkezik, mert... Nem is kezdj el a töltést, meg kellett itt ütögetni, szóval ebben valami kis kontakthiba itt van. Eljesszett. És a dobozon ugyanezek vannak, szóval elméletileg megvan, ugye őt láttuk. Láttuk a kefét, a flexi csövet, ezt a fejet, ezt a csövet, a gépet, a két piciket és a fali tartót. Szóval így elég prímán vagyunk. Egyébként a marketing ugye írja, hogy 30 percig akár lehet használni, negyed órát mutató óra mutatja, hogy 30, szóval ez egész jó. Meg, hogy eltávolítható, tölthető az akkumulátora. Ezt itt sok nyelven, de nem magyarul. 180 fokba forog, és könnyű, és kézi. Hogy ezek itt a marketing szlogenek rajta, itt vannak még. Digitális motor. Hát gondolom, arra gondolnak, hogy digitálisan vezéretsz a inverteres. Négy filter, nem is három. Hol van egy... Talán itt. Nézzük. Combo system, azt elnevezték ezt a fejet, meg van a motorizált kefe, szóval ezt a két kefét így nevezték el. Őróla mit írnak? Itt talán angolul. Itt van a másik, a durva motorizált kefe. Ott van valami, hogy ez, ami tényleg lényeges adat, egy 400 wattos gép, ami azért nem kevés, digitálisan vezérelve, remélem, hogy brushless motorra gondolnak. És hát így ennyi. A többi az már csak az, hogy milyen színű. Ugye ez egy DGG Dark Gold, szóval egy sötét és arany, ahogy ez annyiba áll, hogy ez itt aranyszínű. Most ez aztán annyira nem osz, nem szoros, hogy milyen a színe szerintem, inkább az, hogy hogyan működik. Nekem ami nem tetszik vele, hogy egyelőre kontaktívás az akkuja. Igen, hogy ez most föltölt, vagy nem tölt föl. Akut, azt csak ide beledugod, és feltolod. Itt van egy sín, itt fölül, erre rá kell tolni ezt. És itt alul tudod kioldani, hogy megnyomod, és akkor jön le.
Hozzá kell szokni, hogy mit hova tettek, melyik pöcköt. Ez legalább úgy beakad. Egyes fokozat. Kettes fokozat. Úgyhogy iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le semmiről. Sziasztok!